Nagy volt az izgalom a Tolna megyei szakképzési centrum Bezeréd István technikumának folyosóján. A diákok ugyanis itt írták meg az ÁSZÉV, vagyis az ágazati és állaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének második fordulóját. A centrumból összesen 28 tanuló indult a megmérettetésen. Gyerekkoromban mindig is érdekelt a kötött pályás közlekedés, és gondoltam, hogy ez egy jó irány tovább haladni és megismerni ezt a területet. Úgy gondolom, hogy nem bántam meg, és a szakmai versenyen tudom kamatoztatni a tudást, amit megszereztünk. Szerintem különösebb felkészülés nem igényel, hogyha az ember figyel a szakmai órákon, a gyakorlati órákon, akkor így jön magától. A dombovári Apáczai Csere János Technikumban évtizedek óta képeznek MÁV szakembereket, így Márton most a vasútgépészeti ismereteiről adhatott számot. Az iskolának van szerződése a MÁV ZRT-vel, és akkor egy külső tanműhelybe szakmai elméleti és gyakorlati dolgokról ugye, tanuljuk is őket, és aztán gyakorlatban alkalmazzuk is a tudást, és így ezeknek az ismeretében szerintem egy diák teljesen felkészült erre a versenyre. Jó irányba tart szerintem a kötött pályás közlekedés Magyarországon, de még van hova fejlődnünk, de szerintem az irány az már jó. Hogyha marad az ember a szakmában, amiben tanult, akkor mozdonyszerelő, később mozdonyvezető is lehet, vagy hogyha a forgalmi szakon van, akkor forgalmista vagy jegyvizsgáló, viszont hogyha valaki tovább szeretne lépni, akkor Győrben, Széchenyi Egyetemen, vagy a BM-en, akár magasabb pozíciók is várhatnak az emberre. Kim Szabolcs szintén az Apáczaiból érkezett a verseny szekszárdi fordulójára. Ő közgazdasági ismeretekből mérettette meg magát. Emel szintű érettségiket próbáltam kitölteni, ez egy érettségi tárgyalás verseny. Kell területválasztós kérdésekre válaszolni, pénzügyi számításokat, könyvelési képeszerkesztés. Az első forduló nem volt olyan könnyű, szerintem nehéz feladatok lesznek. Online kellett kitölteni, területválasztós kérdésekre kellett válaszolni. A verseny attól volt különösen izgalmas, hogy az azon résztvevő fiatalok idén májusban mindannyian megkezdik az érettségi szezont, így pedig egyszerre két helyre is készülniük kellett. Számukra ez egy komoly megmérettetés, egy verseny, de tulajdonképpen a verseny segíti azt is, hogy az érettségire jól, szakmailag jól tudjanak fölkészülni. A verseny első fordulója az iskolákban zajlott, online módon zajlott, interaktív feladatlapokat kellett a versenyzők megoldjanak. Ennek a kiértékelését követően a versenybizottság eldöntötte azt, hogy ki, illetve hány fő juthasson tovább a következő fordulóba. Most ez a forduló zajlik, tulajdonképpen az írásbeli forduló zajlik a bezerédi iskolákban. Ide 4 vármegyei iskola tanulói érkeztek, 28 tanuló összesen, ők 9 vizsgatárgyból mérettetnek meg a verseny során. A feladatlapok kijavítását követően még április hónapban kerül sor a szóbeli versenyekre. Ennek a kiértékelését követően alakul ki a végső rangsor, és azért izgalmas ez a versengés, mert aki a rangsorban az élen lesz, a helyezések alapján előnnyel indulhat a felvételin, felvételi vizsgapontokat kaphat a megmérettetése révén. Vagyis a diákok néhány héten belül megtudják, milyen eredménnyel szerepeltek az idei megmérettetésen, a legjobbak pedig pluszpontokkal vághatnak neki a felvételiknek.